Ó, nem hoztam el a szélvédőjét. Ó, nem hoztam el a szélvédőjét. Nem baj, így néz ki a szélvédő. Itt van egy láska, ami nem jó semmire. Most a dél elmúlt. Be kell vallanom, hogy kihoztam Ausztriába az Afrika Twint. Pedig ennek nem Ausztria kéne, hogy legyen az igazi terepe, és nem is csak azért, mert Ausztriára itt volna az Ausztriában található hegységről elnevezett 750-es Transalp, hanem azért, mert ez az Afrika Twin gyakorlatilag, sőt, az Afrika Twin Adventure Sports, ez volna Magyarország üzemi motorkerékpárja. Az a motorkerékpár, amit a Dakar, mintha kifejezetten Magyarországra terveztek volna, tehát. Tehát budapesti utakon hát egyszerűen csodálatos volt, tudod az, amikor Malacka úgy megy haza, hogy keresi a pocsolyákat, hogy visszatérjen a régió színe, tehát mint a régi jó színe. Tehát direkt néz a kátyukból, hogy ó, de kellemes. Mentem vele egy kört dobogókön, hát figyelj, kikészültem, hogy na hát, bár dobogókön most sokat javítottak az úton, szevasztok, testvérek, de sajnos csak azzal javították az utat, hogy 60 km/h sebességkorlátozó táblák garmadáját rakták ki. De ennek tök mindegy, ez átlépked minden hibán bármilyen tempón. Szóval egy álom volt, és mivel ezt az Action Sportsot ugye alacsonyabbra építették, ezért nem para a város se, tehát én teli talppal meg tudok állni, hopp, így né, bal, jobb láb, teli talp, lent van, úristen, őrület. De lehet, hogy az Afrika Twin arra utal, hogy ezt egy, hát a 80-as években sok és nagy, mi a Dakar, rallycross, szóval számos jelentős Dakar sikert aratott márka gyártja hasonló dizájnnal, a Twin pedig ugye a soros kéthengeres motort jelenti, de hiába ez tényleg, mintha a jóisten is Magyarországra teremtette volna, főleg úgy, hogy hát az alap Afrika Twin, ami hát szintén ugye 1500 is, de a 19 szolos első keréket 21 szolos van benne, ettől lesz aztán olyan magas, amilyen magasan én nem szeretek ülni motorra, hát egyszerűen nem ér le a lábam. Változnak az idők, ma már elképzelhetetlen, mekkora sztár volt egyfelől ennek a motornak az őse, nem azt mondjuk el tudjuk képzelni, hiszen a mai napig is az eredeti Afrika Twin sikereiből él, vagy nem abból él, hát műszakilag is egy kiváló dolog, de azért legendává az 1980-as évek vége felé vált, tehát 1988-89-90, amikor a Dakaron mentek ezek a 650-es Afrika Twinek és a valamilyen maraton kategóriában ilyen hármas győzelmeket arattak, tehát lehet mondani, hogy uralták a Dakart. On two wheels changed rapidly.
Stefan Peter Hansel got locked. És érdekes, hogy akkoriban, hát a 80-as évek, tudod, amikor még a dohányzás karcsúsított, és nem volt káros az egészségre, szóval, hogy akkor senki, nem volt érzékenyítés, tehát senkinek nem tűnt fel, hogy nem biztos, hogy jó fej dolog így végig rongyolni a sivatagon, és ott a kis rongyos néger gyerekek meg néznek, és mi arra gondolunk, hogy milyen jó, hogy történik velük valami, láthatják az okos fehér embereket ezeken a csodálatos szerkezeteiket. Attól függetlenül a Dakar divatba hozta a Tura Endurót, mint műfajt. Nem véletlen, hogy ez a motor így néz ki, hiszen már az eredeti Afrika Twinek a 650-esek is ilyenek voltak, hát mint egy dromedár, kék-fehér-piros színezéssel, akkor még ugye keresztbe beépített V2-es motor volt, és egy, hát akkor is úgy ment, hogy egy platform stratégia, tehát a Honda egy naked bike volt, az az MT650, tehát egy ilyen normális 650-es naked bike-nak a motorját rakta bele. Jó lesz az, hát természetesen alaposan megerősítették, meg csináltak neki egy jóféle vázat. Ugye a Honda eredetileg a BMW GS-nek, tehát a BMW Tura Endurójának a Dakaros sikereit irigyelte meg, de a 90-es, 2000-es években ez egy viszonylag szép és profitábilis széna volt, tehát egy szegmens volt, tehát a BMW GS-en kívül volt a Suzuki V-Strom, Ducati Multistrada, hamarosan a 750-es lett az Africa Twin, aztán volt, amikor pár évig nem volt egyáltalán, 2015-ben hozták vissza, akkor már 1000-es kivitelben és sor kettővel, és aztán hamarosan belerakták a Hondának a dupla kuplungos automata váltóját is, aminek mindig elfelejtem a Hondás rövidítését. DCT? Dual Clutch Transmission? Igen, DCT-t, ami nagyon népszerű lett a Hondások körében, tehát a többségét ezzel vették. Aztán 1100 köbcent is lett ez a soros kéthengeres, 94 és 101 lóerős teljesítménnyel, de 2024-re sikerült az a bravúra Hondának, hogy akkor a piacot szélesítettek, hogy ugye az volt az ötlet, hogy a 21 szolos óriás kereket, ami egyébként rendes ilyen rally körülmények között nagyon jó, mondjuk ott volt a kerék, ahol most a sárhányó, és az egész sokkal magasabban volt, amivel nyilván a dűnére fölkapaszkodni, meg mit tudom én. Szóval hegymászásban jó, meg különböző útakadályokat átlépni. Tehát egy átlagos motoros, hát föl se tud mászni, mert hát az egész egy ilyen rettenetes nyomasztó torony volt, úgyhogy megcsinálták ezt a változatot, amit én zseniálisnak tartok, hogy micsoda ötlet, hogy én is végre fel tudok ülni egy Africa Twinre, bár nyilván a lábtartóról, és leér róla a lábam adott esetben teli talpal, 830 mm azt hiszem, és az ülést is lehet állítgatni, tehát lehet hozzá magasabb ülés is. A dolognak a sportértékét egy kicsit az veszi el, hogy hát tulajdonképpen ez a kivitel már egyszer fel volt találva, ugye Honda Varadero ugyanez, elől 19-es, hátul 18-as kerék, majdnem a teljesítmény is ugyanez volt, csak az egy 1000-es V2-es volt, bár volt belőle 125-ös is, hasonló teljesítménnyel, tehát 90-valahány lóerővel, csak hát gondolom a Varadéróval az volt a baj, hogy hát Varadero az ugye egy, nem tudom melyik Varadéróra gondolnak, én úgy képzelem, hogy a kubai turista gettóra, ahol a szöges drótok mögött eheted az ingyenes, hát ingyenes svédasztalokat, szóval a Varadero nem volt egy legenda. 2013-ban be is szüntették, és most ugye mennyivel jobb, hogy ezt annyival több pénzért árulhatják, hiszen egy Varadérot sose tudtak volna majdnem 8 millió forintért eladni, amennyibe ez kerül. Volt, hogy muszáj volt bennem egy KTM Adventure-rel, és hát ugye egy rémálom volt. A BMW-nek is van valamilyen irtózatosan magas cross-túra motorja, hát szörnyű volt. A Triumph Tiger közelébe alig mertem menni a szalomba, aztán fölkapaszkodtam rá, hát először is kicsit ritka volt fönn a levegő, meg előttem tornyosult egy ilyen óriási műszerfal, meg az egész idom, szörnyű volt.
De ide adták volna az Triumph Tiger 900 vagy 1200, gondolom az 1200-es még nagyobb, nem tudom melyik volt, de borzalmasan nagy volt. És aztán tavaly ért egy nagyon kellemes meglepetés, a Harley Davidson Pan Amerikája. A csomagtartó az így nyitható, és egyébként 10 kiló, ja, összesített teherbírás valami 260 kiló, tehát 220 kilós ember, 10 kiló, ugye amerikai apu és amerikai anyu. Aminél nem szórakoztak kerékméret különbségekkel, hanem ezzel az aktív futóművel, és érdekes módon valahogy arról is leért a lábam, jót lehetett vele motorozni, óriási siker, a Pan America egyébként Amerikában, tehát az, hogy ekkora sikere lett egy ilyen emberarcú túra endurónak, arról is sem árulkodik ékes szólóban, mint ahogy tudjátok, mi Amerikában a top 2 mondjuk Harley-ból. Hát a legnagyobb példányszámban Amerikában eladott Harley Davidson, az 2023-ban a Pan America volt, és a második az Electra Glide Ultra Classic, illetve most már azt hiszem simán Ultra Classicnak hívják. De na, csak kellett egy ilyen, és erre az Action Sports változatra a Honda azt mondta, hogy hát mindenük a... Ilyetek nem integettek, ezek nem osztrákok, de azért ötből egy. Hát furcsa, hogy itt a kanyargósabb, technikásabb szakaszokon is integetnek, úgyhogy én is itt rászoktam az integetésre. Szóval valahogy a Honda is rájött, hogy az oké, okay, hogy 1996-ban kihozták az Africa Twin 650-esben, mint egy ilyen utcai rallycross Tourer Enduro motor. Aztán 2016-ban megcsinálták 1000-esben. Aztán 2018-ban belerakták a DCT-t, ezt a dupla kuplungos automatát, amit én tisztelek, de annyira nem kedvelek. De a helyzet az, hogy a vásárlók viszont igen, tehát az Africa Twineknek 51-71, szóval többségét ezzel vásárolták. Ó, látjátok? A Kajtek Kukli vendégfogadó, a legendás. Ajjaj, tudod, most a nagy probléma ezek osztrákok, megelőzzem őket. Ugye 6 millió 3 körül indul az Africa Twin, de a nagy kerekű. Ezt viszont nem vehetjük meg az ERA nevű futómű nélkül, ami Electronic Equipped futómű állítás, ami a Sovának a szabadalma, és azt tudja, hogyha beindítom, na, bútolj, hogyha beindítom, tudom állítgatni, na, responsible, ez mire leokézok valamit, elindulhatok, szóval 2, 3, és ide értem, és akkor csomagot például, ha kinyomom, így kerül elvileg, sőt, az egy embert is, nem az egy embert, nem tudja elképzelni, hogy ember nélkül menjem, de ha benyomok még egy embert, nem tudom, látszik, hogy szerintem látszik, hogy emelkedik a segge, és ha még a csomagot is hozzárakok, akkor még egy kicsit följebb emelkedik. A Honda ezt a rendszert hol ERA-nak hívja, hol ERA-tmnek, gondolom az a trademarknak a rövidítése, hát az szerintem nem ártan egy normális nevet is kitalálni neki. Minden esetre biztos, hogy jó, meg hogy lehet ezen károgni, hogy majd ez lesz a baja, majd az lesz a baja, az biztos, hogy szerintem jó lenne kisebb kerékkel, enélkül is olcsóbban, csak hát az meg már mi lenne megint? Egy Honda Varadero. És utána kiderül, hogy béna vagyok, és aztán visszaelőznek, vagy előzzem meg őket, és utána, figyelj, kutyát visz,
kutyát visz a hátsó, megőrülök egy francia bulldogot, vagy Boston Terrier, és azzal előz, úristen, de király. Na várjál, most akkor mi a formációjuk? Na, szóval, hogy a dupla kuplungos automatával vették a többségét. És most, hogy már azért mentem elég sokat, hát főleg, ahogy el akar engedni, de ilyen ennyire erőszakosan. Hát jó. Na, nem itt már, nem? Igen, lehet, hogy el kellett volna mennem rögtön az elején. Így a végén összezavarodok a mondókámba. Összever a Honda. Honda Rebel-es testvérünk. Fivérünk vagy nővérünk. Hol van a kutyás? Erre ős a kutyás. Jó azért... Ugye jó a fék. Szóval azt akartam mondani, hogy ez a motor fölösleges ide, hiszen itt Harley-val is jól tud motorozni, de hát figyelj, valaki már azon is kiborul, ha egy nem elég szép helyen csinálom az állószöveget, vagy hogy miért viszem mindig ugyanoda, már megint héreg, úgyhogy na, tessék, közszolgálat, Harley-s testvérem, őszakállal, ugye, megvan a korosztály. Kisütött a nap, egész jó idő lett. Hol tartottam? Hol a francba tartottam? Mondjátok már meg. Ja, és... Szóval valami 85 ezres eladásoknál tart az Africa Twin, ami elég jó ebben a Tour Enduro szegmensben, de a Honda gondolta, hogy hát a Harley ezt kihozza, egy Harley Davidson. Tud csinálni egy, hát mondjuk úgy, hogy lakossági túra endurót, szóval nem csak póklábúak és profi Dakar pilóták számára élvezhető motor, akkor muszáj lesz a Hondának is, hiszen hát a Honda arccal mindig a munkásosztály és a megvehetőség, az elérhetőség felé. És itt most az elérhetőség inkább motorozási értelemben van. Tehát, hogy egy magamfajta 180-as illető rá tud ülni, és élvezetesen tud vele motorozni, bár itt ez a Kaltekukru bevezető szakasz egy kicsit talán szűkös. Ott látom, lobog a kutya füle. Bár ez egy rossz tanácsadó ilyenkor, ha az ember utol akar érni valakit, és nem a saját határaival van elfoglalva. Szóval 2024-re jutott el oda a Honda, hogy csináljon egy ilyen kisebb kerekű változatot, és azért nem nevezném ezt elérhetőnek, mert az alap Africa Twin, tehát ugyanaz a motor, tehát kicsivel 1100 köbcenti alatt, 102 lóerő, és arra sem emlékszik már mennyi newtonméter, nyilván olyan 101 néhány, 106, az 6,5 millió forint. Azért kapsz egy klasszik, varacskos, tökéletesen használható, hát ilyen mégiscsak egy Honda Africa Twin, viszont a kevésbé elérhetőt azt úgy értem, hogy hát ez 7,5, sőt ez már talán 7 millió 8, és nem egyszerűen a kisebb kerék kerül annyiba, hanem hogy például ezen a Hondának ez az aktív futóműve alap, tehát széria enélkül nem veheted meg, amit ugye beállíthatsz. Egy emberre, két emberre, egy ember csomaggal, két ember csomaggal. Még azt meg sem néztem, hogy lehet egy csak csomagra beállítani. De hát reméljük. Hiszen ez mind futómű magasságokat is jelent. Plusz, ez kicsit olyan lótuszos megoldás, hogy már úgy értem, hogy Colin Chapman, hogy add lightness, hogy adjál hozzá könnyűséget, tehát vegyél el belőle anyagot. Lerövidítették a rugóutakat,
És erre az ember azt gondolná, hogy ujjjjjjj, hát akkor át vagyok verve, elvették tőlem a rugóutat, de hát ez valójában egy nagyon súlyos hozzáadott érték, hogy ez kisebbet rugózik, kevésbé himbálózik, tehát egyszerűen jobban lehet vele menni, plusz elvileg a motor aktívan reagál. A futómű aktívan reagál azokra a körülményekre, ott a kis kutya! Jaj, hát ez a legnagyobb boldogság egy kutyának. Gondolom én, ha viszi magával a gazdi, hiszen hát együtt vagyunk, és lehet nézegetni és szaglászni. Nem hiszem, hogy Afrika nosztalgiás stílus okokból olyan ez, amilyen, bár el tudom képzelni, hogy ez azért egy ilyen Afrika. Afrika térkép alakú fejdom, bár ugye nyilván a szükségszerűség, hiszen a vízhűtőt minél följebb kell hozni, nagyon fönt is van, hogy védett legyen. Ugye itt van egy szép védőlemez, 25 centisre csökkentették a rugóutat. A Hondánál azért akkora legenda, szerintem ez az Afrika Twin, hogy nem véletlenül ezt a dromedár alakot, amelyik abszolút Afrika kompatibilis, hogy nem tudnak lehasadni róla, és most fejtettem meg, azt hiszem, hogy ugye a Hondának egy kicsit kevésbé megy ez a cruiser műfaj, mint a Harley Davidsonnak a Tour Enduro, hiszen a Pan America azért az nagy siker és jól is sikerült, de ha megnézed a Honda Rebelt, én azt sose értettem, hogy miért van ilyen elfuserált dromedár alakja, miért jön így föl a tank. Szerintem azért, mert ott ül a hondás tervező, rajzolna, és az utolsó pillanatban mindig fölfelé kanyarodik a keze, próbálják lefogni, és mégis ezt a dromedár alakot rajzolják, meg gondolják, hogy egy cruiser rebel, de hát ki tudja. Nem árt, ha van egy kis dromedár alakja annak is. Nagyon jó váltogat, tehát hogyha sokkal finomabban vált, hármas fölött nyilván könnyű simán váltani, de most négyesből hármasba is észrevétlenül rakta le, és na, tedd vissza hármasból kettesbe. Hármasból kettesbe, jó, most nem sikerült oda visszavetetni, de hármasból kettesbe és kettesből egyesbe egy kicsit sprődebb, de sokkal jobb, mint volt. És emlékszem, hogy 2010 körül, mikor jött ki a Honda VFR 1002, ugye a V4-es, aminél először bemutatták ezt a dupla kuplungos megoldást, hogy kuplungolni mindenki rühel, szerintem, hát normális ember, hát Fekete Laci vagy ilyen szkanderbajnokok lehet, hogy szeretnek kuplungolni, de váltani azért szeretünk, és kell is váltani, és szerintem most, hogy múlt héten volt nálam a gyorsváltós CB 650 e-clutch, azt kell, hogy mondjam, olyan figyeltet, hogy itt az útburkolati jelekkel figyelmeztettek a szűkülő kanyarra. Így spórolnak egészségügyi költséget a kórházban ápolt motorosokon. Nálunk is bevezetném ezt a fajta egzotikus útburkolati jelet is. Szóval, hol a francba tartottam? Áj, de szép ez a kanyar! Mi van, nem mint a Tech Speed motoros testvérek? Ó, egy Morgan! Jéhá! Jéhú! Áj, de jó! Szóval a DCT-re visszatérve, hogy megcsinálták ugye ezekkel a kézzel működtethető váltógombokkal, és hát nem jó, mert rossz helyen van a gomb, tehát ahhoz, hogy kézzel kapcsolhassak, ugye van kézi mód, hülyet, itt egy olajfolt, vagy egy egyéb folt, mindegy, sose tudjuk meg. Egyszerűen túl sok lesz itt a gomb, egyszer idefelé valami autó sodródott át a sávomba, és
kétségbe esetten akartam rádudálni, és természetesen rögtön vissza is kapcsoltam egyet. Itt van a duda, de hát ami így szól, de a legelérhetőbb helyhez mit raktak, baszki? Egy enter. Na, tehát minél kevesebb a gomb szerintem, annál jobb. Egyfelől, másfelől, hogy tényleg egy kicsit el kell fordítani hozzá a kezem, hogy tudjam kezelni. Tehát már csak azért is hülyeség. Harmadrészt pedig, most, hogy ugye megvolt ez a gyorsváltós, visszaveszi az indexet? Vissza! Hey! Csak 7,5 millió forintot kell elköltened egy Hondára, és már is megkapod az index visszavételt, nem aztok. Szóval lehet kérni erre is lábváltót, és én mindenkinek azt ajánlom, hogy kérje hozzá egy lábváltót. Sokkal jobban jár, de az igazi, hogy lábbal váltasz, én úgy képzelem, ezek nélkül, a kuplungok nélkül, tehát gyorsváltóval, és az E-klacssal, E-klacssal, az szerintem egy sokkal tudott dolog. Tehát tőlem egy kicsit idegen ez a dupla kuplunk, amit egyébként, most megpróbálom. De jó kis 50-es volt. Megpróbálom 5-ösből 4-esbe, 4-esből 3-osba, ugye itt már kicsit ugrott. Na, 3-osból, ugye? És 2-esből, na. Fölfelé pedig, fölfelé pedig simogató lágysággal történik. Jaj, de jó! Na! Hát dióhéjban ezek vannak. Elől 310 mm-es úszóágyazású féktárcsák, radiális féknyergekkel, hát ugye, hogy néz ki egy Nissin radiális féknyereg, ugyanúgy, mint a Brembo, csak Nissin van ráírva. 250 mm a szabad hasmagasság, 45 mm a fordított teleszkóp szára, ugye az is sova. Ez is sova, ez itt érdekes egyébként, hogy itt egy ilyen lengőkaron támaszkodik a rugós tag, és az pedig ott a vázban. Ugye egyszerre hídváz és bölcsőváz, tehát duplán meg van erősítve. A hátsó lengővilla, ez valami egyetlen, bár ez itt az volt a sajtóanyagban, hogy egyetlen tömbből kialakított, de hát én itt ahhoz képest kicsit sok hegesztést látok, de hát miért ne hinném el a Hondának? A hátsó fék pedig, ha valakit érdekel, 256 mm-es átmérőjű. Ugye az ülés kicsit azért 4-5 óra után fészkalott rajta, de valójában kurva kényelmes. Az is jó, hogy szerintem egy 20-30 centis tartományban fészkelődhetsz rajta, tehát mondjuk ilyen kanyargósabb részen ülhetsz előre. Ja, és hát a különböző módok, hát próbálgattam persze, most azért nem raktam eső módba, de ami van, ja nem, ezzel a függőlegessel túr. És akkor itt vannak különböző dolgok. Ugye ezek közül melyik az erőteljesebb motorfék, én már meg nem mondom, mert annyi idióta betűszava van a Hondának. Tehát az aktív futóműve az ERA. Ha berakod a kulcsot, mert ez ugye kulcsot adtak,
hagyományos kulcsot, de szerintem azért, hogyha Mauritánia alsón véletlenül CR2332-es gombelemet kéne szerezned a FOP-hoz, és nem kapsz, akkor ne rohagyd le ott. Szóval itt a kulcs az inkább extra. Na de a Honda kis HISS, Honda Integrated Security System, azt hiszem. Ó, itt egy gyönyörű mozdony. Jó, a jelenlegi MÁV kínálathoz képest talán nem is nagyon retro. És akkor ez az EBTP, hát öregem, passz, fogalmam sincs. Azt az egyet megfigyeltem, hogyha user 1, ott idegbetegebb gázreakciók vannak, user 2-n lágyabb gázreakciók vannak. Én a user 2-ben vagy a turban használom. Van egykerekezés gátlás is, azt gondolom leginkább user 1-ben. Aha, jó, ahhoz nyilván kézire kell raknod a váltót, de na, egyfelől van annyira hátul a súlypont ahhoz, hogy hanyat tud vágatni magad a motorral, másrészt van olyan motorerő és van olyan nyomaték, harmadrészt pedig jobb a békesség, szóval szerintem érdemesebb a hanyattesés gátlóval motorozni, de hát nyilván a kommentelő mindig jobban megy, mint aki a videót csinálta, úgyhogy a kommentelők nyugodtan kapcsolják ki az egykerekezés gátlót, és egykerekezzenek végig az M3-ason Nyíregyházáig. Érdekes még hosszú távon, hogy azért ez az 1100 köbcentis motor, ami nekem Budapesttől, hol vagyok, Sankt-Aegid, nem tudom, idáig az átlagfogyasztásom, 5 liter pontosan, és ebben volt azért autópályai jellegű tempó illegálva, és volt ez a kellemes országúti kanyargás, és azt hiszem, hogy valami 5-1 körül van a gyárilag megadott fogyasztás is, de azért ez az 1100 köbcentis motor hiába nagyon jó, de azért ez felesleges hőt elég sokat termel, ami hát kérdés, hogy mit veszünk feleslegesnek, mert ilyenkor az, hogy ugye én a magyarországi hőségriadóra öltöztem, tehát vékonyabbik farmerem van rajtam. Tegnap előtt dőlt meg a meleg rekord, azt hiszem nálunk valami 41 fokkal. De azért itt Ausztriában már egy aláöltözött fel kellett vennem a nyári dzseki alá. Elég kemény hő, gomolyog, aminek itt most örülök, mert szépen pont a térdem körül, és melegen tartotta a térdecskét. De azért ez az Africa Twin meleg, és úgy képzelem, hogyha összehasonlítom a Harley Davidson Pan Americájával, ami 1200 köbcenti és 150 ló, tehát egy feleslegesen erős motor, hiszen ez még mindig kurva erős, tehát ez is borzalmasan erős, tehát nagyon én vagyok a szűk keresztmetszet, tehát még két emberrel csomagokkal is ez szerintem sok. Tehát én úgy képzelem, hogy igazából a Transalp is bőven elég, és az biztos, hogy sokkal kevesebb hőt nyom. És hát hamarosan elhozom azt az NX750-et, úgy képzelem, hogy az nekem tökéletes lenne, tökéletesebb. Tehát ez csupa olyan dolgot tud ezért a kurva sok pénzért. Nem kurva sok pénz, hát hiszen a Harley 11 millió, 4 millióból olcsóbban kapod meg ezt, mint a Harley-t, aminek mondom, az a 150 lóereje körülbelül arra tudod használni a hétköznapokban, hogy 160-as utazónál húzd rajta egyet, és akkor még ugorjon egy nagyot. Nekem nem kell, hogy ugorjon 160-ról. Na, ezt akartam mondani. Nagyon rokonszenves dolog, hogy azon túl, bár belerúgtam ebbe a keretbe. Ja, most egy dizájn szempontból még azért az se érdektelen, hogy ez egy ilyen Weltbummler motor, tehát ez valójában egy bagger. Tehát itt van a helye a dobozoknak, itt kéne, hogy legyen egy doboz, itt kéne, hogy legyen, és itt kéne. Valamiért a Honda
azt gondolja, hogy jó vicc ezt dobozok nélkül kiadni, most nem a magyar Hondáról beszélek, hanem az európai meg amerikai teszteket, amiket néztem, azokban is dobozok nélkül tesztelik az Afrika Twineket, ami szerintem hülyeség, de hát ki vagyok én, hogy ezt megítéljem. 250 kiló. Na szerintem nem sok. Tehát nagyon könnyed is, és hát nagyon hamar rá lehet szokni. Itt van a sova állítható futóművének különböző vezetékei. Gondolom én, hogy az előfeszítést úgy tudja állítani, hogy a rugó mögött van egy tartály, és ezt akkor felfújja, ahogy én elképzelem, és akkor feszesebb lesz a rugó. Hát ez a gomberdő, ez szerintem egy állatság, tehát itt van a fényszóró kapcsolás, és akkor hát az Enter, a Duda, az Index és a váltó, tehát a dupla kuplungosnak a váltója. Erre nem tudtam rájönni, hogy itt ez a kuplung miért van, ez a kuplunkar elérhetetlen hosszúságban. Nem tudom, ha feladná a DCT Mauritániában. Ugye itt rakjuk mindig sebességbe, ha elindítottuk. Tempomat, jó dolog a tempomat, amúgy van itt egy elég jól leszigetelt USB ajzat, hát a szélvédőt leszettem, mert nem volt olyan állása, hogy ne lett volna rossz, tehát ez nekem pont jó így, ide nyomja a szelet, ami azt jelenti, hogy nem kell kapaszkodni 160-as utazónál sem. Viszont ha már legalsó állásban van a szélvédő, az már telibe kúrja a bukómat, és a legfelső állásában is pont a fejemen csinálja a turbulenciát. Hát, ugye lehet így féloldalasan is hordani. Irtózatosan kényelmes az ülés, tehát azon állítólag sokat fejlesztettek, nincs nagy összehasonlítási alapom, tehát sok helyre ülhetünk, sok módon fészkelődhetünk. Én csináltam egy majdnem 700 kilométeres napot. Budapest, Rohonc, Léka, Glognitz, Kaltekuk, egy kicsit tovább, aztán vissza. Agyilag fáradtam el egy kicsit a végére, és ezért mentem csak Badacsony-Tomaig, és nem jöttem haza, mert már azért, na, nem voltam edzésben. A tanulság egyfelől, hogy ezzel a motorral mindenen 130 alá csöpörsz, hogy 160-as utazónál még olyan stabil, hogy rángathatod a kormányt, és érzed, hogy hiába ez még így is egy hosszú rugó úttal rendelkező magas motor, semmit tök stabil, 200-nál is stabil, 220-nál is stabil, tehát tulajdonképpen ezzel egy Goldwinget is ki lehet váltani, 8 millióért, félelmetes, és hát, hogy kell-e ez az állítható futómű, lehet rajta vitatkozni, de sajnos ez nem kérdés, mert enélkül ez nem kapható. Olyanokat tud, hogy figyelj, van egy funkciógomb, és a funkciógombbal, ja, még mindig megy a kormányfűtés, és akkor itt a kormányfűtést leveszed, visszarakod, vagy a másik funkcióval a, szerintem ez a kanyarfényszórót kapcsolatod ki, és a harmadik fényszóróval pedig, amit össze-vissza, tehát párosítottam a telefonommal, mert azt hittem, hogy majd a Navit megjeleníti, hát ezt mondta nekem a motor. Lehet, hogy azért, mert egy 6 éves Huawei-em van, és akkor mi van? Szóval nem, de azt hittem, hogy majd például a Bluetooth fülest tudom rajta hangosítani, halkítani, hát azt se. Tehát itt most nekem ilyen fiktív hangerőket írogat ki. Ja, plusz hát itt van, ez vicces azért így, hogy leszettem a szélvédőt. Igazából mehetnék így is, hogy jelezze, hogy kicsit a dakarosabb legyen a hangulat. Verdik, tökéletes motor. Csodálatos motor, kurva jó az aktív futómű, meg az EMU, tehát hogy ő folyamatosan figyeli a kormányszöget, dőlésszöget, mit tudom én, és annak megfelelően avatkozik be, bla 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 bla. Nekem van egy gyanúm, hogy
tökre elég a transzalp is, hiszen jó dolog a sokféle elektronika, de azért a legfontosabb a jó futómű, meg a jó gumi, és ezen Bridgestone Battle X van, a csatabárd! Jól szól a kipufogó, bár ez nem egy autó, tehát nem az, hogy kifelé, befelé, de amikor kívülről hallok egy transzalpot, mindig jobban szól, mint így bukóban. Ja, szót fogadott és kettőt visszapakolt. Nem rossz ám ez a DCT. Meg nem rossz ez az úgyse Veszpás testvérek. Ja, érdekes megfigyelésem továbbá. Egy cruiserhez képest, ami ugye alacsonyan van az alacsony súlypont, hogy tényleg azért magas súlypontú motorral sokkal gyorsabban lehet menni, de azért arra nem árt figyelni, hogy itt, ugye, hogy magasabban ülsz, sokkal nagyobbat dőlsz, tehát nagyobb távolságot kell tartani a felezővonaltól, főleg, hogy az iménti motoros átjött rajta, mert sokkal közelebbről és sokkal távolabbról fogsz átlógni a másik sávba. Szóval érdemes a külső keréknyomba menni, ilyen helyen szinte mindig. Ja, és van még ez a hátsó fék kérdés, hogy kicsit olyan, mint a Ford Mustangnak az elektronikája, hogy az is hagy ökörködni, tehát az ABS úgy avatkozik bele, hogy itt például nem, tehát a kanyarod, na, ugye, kanyarban valahogy nem hagyja megnyikantani, így egyenesben, hallod? Akár végig radírozza neked, na, okos a rendszer. Már 23 fok van, otthon most lehet 40. Tehát na, jól vált, elismerésem. Meg hát biztos ő tudja jobban, hogy mikor melyik fokozat köl neki. Én most itt tutira nem 4-esbe mennék magamtól, jól is visszaradt a 3-asba. Ahogy a gázzal tudomására hoztam, gyorsítási szándékom. Az a baj, hogy jó, 3-as, még mindig 3-as. Biztos, hogy jobban tudja, de én nagyon sokszor kisebb fokozatba kapcsolnék magamtól. Már most ő se kapcsol. Jó, figyelj, a végére összecsiszolódunk, összehangolódik a menstruációnk. Élszavakból is mondom én, hogy itt integetnek. Nálunk azért a 24-esen Mátrafüred és Parád között nem szokás integetni, hiszen jobb is az, kapaszkodjon mindenki a kormányba. De itt azért lelkesebben megy az integetés. Aj, de jól ratyogsz az anyád, úristen, itt egy V2-es azért szebben szólna, és nem is az azt számít, hogy 270 fokban elékelt a főtengely, mert szerintem a Triumphnak a hasonlóképpen 270 fokos elékeltségű sorkettesei szerintem szebben szólnak, de úgy képzelem, hogy a Honda egyfelől talán méretgazdaság, nem hiszem, hogy itt a méretgazdaságosság van, szerintem a súlypontot, hogy hátrébb tudják hozni a súlypontot, ohaj, de jó ez itt. Azért nem V2-es. De azért Varadero, ugye? A Varadero az V2-es volt. Hát, hogy egy Varadero kéne nekem. De azt is el tudom képzelni, hogy tényleg 10-ből 10 pontot adok erre az Afrika Twinre. De a
az ember a természetes hajlamai ellen ne küzdjön. Tehát én csodálom ezt az egész túra enduro hajóztát, és azon belül ezt, de én továbbra is maradok tisztelettel a Harley-s, vagy legalábbis cruiseres illető. Harley-s, cruiseres, nékides, az a CB650R, az azért kurva jó volt. Na hál' Isten, a hátsó épp a kanyarból kijövett, azért nem intett. Ugye bele kellett korrigálnia, mert átjött volna, de ügyesen bele korrigált.